ennek a hatodik bekezdését külön választják, és csinálnak belőle gyakorlatilag egy hatodik és egy új hetedik bekezdést, egyetlen új mondattal kiegészítve. Hát ez, mit ne mondjak, példás tett, és mutatja, hogy a kormány fáradhatatlanul dolgozik értünk, és nagy felhatalmazás, nagy változás, ahogy Orbán Viktor ígérte. Hát ezt most kicsit ironikusan mondtam, talán tudják érzékelni, de hát nem érezzük ezt a nagy változást. A előző napirendi pont volt itt az úgynevezett otthonvédő akcióterv, amiről hosszasan beszéltünk, de sajnos nem elég hosszasan, mert a frakció keretenként biztosított 30 perc az messze nem volt elegendő arra, hogy ismertessük azokat a valóban súlyos problémákat, amivel ezt az egész társadalmat sújtják. De ugye ott ugyanúgy fölmerült ez az úgynevezett HPT, tehát hitelintézetekről és pénzügyi szolgáltatókról szóló törvény módosítása, mint amire égető szükség lenne. És itt hívom fel újra a figyelmüket, hogy legyen akkor ehhez is bátorságuk. És újra el kell mondani, hogy itt az ősbűnt az első Orbán kormány követte el a 2001. decemberében, úgy vett be egy új 210-es paragrafus harmadik bekezdést, amivel lehetővé tette a hitelintézeteknek, hogy egyoldalúan a másik féllel való minden egyféle tárgyalás és egyeztetés nélkül módosítsák a hitelfelvételeket, az feltételeket az ügyfélre nézve kedvezőtlenül a kamat, díjak, illetékek vonatkozásába. Rogán Bulvár Antal az előbb kifejtette, hogy ő mennyire büszke arra a sikerre, amit saját magához kapcsol, hogy a múlt nyáron benyújtott deviza adós mentőcsomag részeként módosították ezt a pontot, és most már csak bizonyos feltételek esetén lehet, de még mindig egy oldalon lehet a kamatot módosítani. Hát kérem én, hogy ez milyen törvényesség és milyen jogállam, ahol ilyen egyenrangú jogviszony, amik fenn kéne álljon a bankok és szerződéses partnereik az adósok között, ehelyett egy teljesen egyoldalú és erőpozícióból való helyzetből tudnak a bankok a saját érdekükben bármit elérni. Úgyhogy ahelyett, hogy mondom, most ketté bontanak egyetlen bekezdést ebbe a törvénybe, talán ideje lenne értelmében foglalkozni, mert valóban jelenleg ez a gyakorlatilag legégetőbb társadalmi probléma, aminek következtében a közeljövőben százezrek kerülhetnek utcára. És önök felelősek lesznek ezért a több százezer emberért, és nem lehet majd arra mutogatni, hogy ezt a szocialistáknak köszönhetik, hogy ők most utcára kerültek, mert hogy 8 év alatt nem tettek értük semmit. Most van lehetőség, hogy tegyünk ezekért az emberekért, és ilyen törvényeket kellene benyújtani, ehelyett a mostani nagy jelentőségű két paragrafus szétszedése helyett, és akkor valóban mondhatják, hogy önök sarkalatos törvényekkel döntő változásokat szeretnének elérni, ami javítja a magyar lakosság helyzetét, és valóban tesznek is érte, és nem csak beszélnek erről. Köszönöm szépen! Megköszönöm képviselő úr felszólását, egyben megkérem arra, hogy a bármi heves politikai szakmai vitában, akár jelenlévő, akár távollévő képviselőtársunkra önmagunk által alkotott ragadánynevet rendszeresen ne használjunk. Most megadom a szót Gyenes Gézának, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Én a saláta törvénynek az illeték törvényre vonatkozó része miatt kértem lehetőséget a felszólalásra. Orvosként hogy kerülök én csizmaként az asztalra? Ma Magyarországon az alapellátásba kerülő fiatal utánpótlás és egyáltalán a háziorvosok utánpótlásának csupán két akadálya van. Egyrészt nincsenek olyan fiatal orvosok, akik be akarnak kerülni, mert ezek a fiatal orvosok, még hogyha a háziorvostant választják, és ebben rezidensek, ezek is a végzést követően elóhajtanak menni, illetve amikor a szakvizsgát szerzik meg, nem vállalnak önálló praxis tevékenységet. Magyarán úgy szerzik meg a szakvizsgához szükséges gyakorlatot, hogy egy orvos mellett dolgoznak ugyan, de nem vállalnak önálló praxisvitelt. Amiből az következik, hogy a hiányzó praxisokba egyáltalán nem kerülnek háziorvosok.
Tehát ez az egyik baj, nyilván ezt a kormány egészségpolitikájával is ezt a kérdést meg kell oldani, most nem ide tartozik. A másik oka az, hogy képzeljük azt a nagyon kevés praxisba igyekvő fiatalt, annak milyen nehézségekkel kell megküzdeni ahhoz, hogy egy praxisba kerüljön. Hát először is működtetési jogot kell venni, legalábbis a törvény szerint, hiszen ha praxisban önállóan akar dolgozni, még a szakvizsga előtt is lehetővé teszi a törvény, hogy egy bizonyos gyakorlati idő után önállóan, még szakvizsga nélkül is, de már praxis munkát vállalhasson, ezt viszont működtetési joggal teheti. Tehát meg kell vásárolnia. A fiatal orvosoknak egyáltalán nincs lehetősége. Az előző Fidesz kormány idején pont a Széchenyi terv volt az a lehetőség, hogy ott kamatmentes, illetve kamatkedvezményre pályázhatott a házi orvos jelölt, és meg tudta úgy vásárolni, hogy legalábbis a kamat támogatást kapott a Széchenyi tervből. Jelen pillanatban nem látom azt, hogy a Széchenyi terv ezt a résszel is foglalkozna, tehát gyakorlatilag a fiatal orvosnak nincs arra pénze, hogy működtetési jogot vegyen. Igen, ám csak, hogy a vásárlónak még ráadásul illetéket is kell fizetni, mert ha telket veszek, akkor én a vásárló fizetem az illetéket, nem az eladó. Ugyanez vonatkozik a fiatal orvosra, tehát nem elég, hogy megveszi, ennek még a 10%-át ki kell illetékbe fizetni, ami tovább nehezíti a praxisba való elhelyezkedését. Azt, hogy gyakorlatilag ezt az orvos réteget, hogy egyáltalán legyen házi orvos Magyarországon, szerintem a kormánynak most millió más dologgal, de illene preferálni, illene ezeket a házi orvosokat mentesíteni, legalább egy oldalon a nehézségektől, anyagi nehézségektől, és ha működtetési jogot kell is vásárolnia, ahogy a törvény mondja, hiszen ez egy vagyonértéki jog, aki eladja, annak a vagyonértéki joga, akkor a vásárlónak, legalább a fiatal orvosnak, hogy bekerülhessen a praxisba, ne kelljen ezt az illetéket fizetni. A kezdetén, mikor még a Magyar Orvosi Kamara ebben a kérdésben először tárgyalt a Fidesz kormánnyal, hiszen a Fidesz kormány volt, aki a működtetési jogot, annak vagyoni értékét behozta, és ezt mi szakmailag nagyon támogattuk, hiszen egy nagyon fontos dolognak tartottuk, hogy az orvosi munkának van egyfajta vagyoni értéke. Ezt mi támogattuk. Akkor nem kellett illetéket fizetni, akkor megértette a kormányzat, hogy ebben is lehessen segíteni. Azóta persze nem a Fidesz kormány idején, a következő kormányok idején tették illeték kötelessé ezt az egész ellátást, és most azt szeretném kérni önöktől, hogy ezt a vásárlást, tehát amikor én praxisjogot veszek, a fiatal orvos, ő a vásárló, ne kelljen illetéket fizetni. A törvény egyébként nagyon helyesen azt mondja, hogy az öröklési illeték alól kiszedi a működtetési jogot. Azért tudni kell, hogy a működtetési jog folytatásra jogosult valaki-e, az az orvosnak a felesége, ami nem egyelőre a folytatáshoz való jog és az öröklési jog, hiszen pont azért választotta a törvényalkotó ketté a folytatási jogot az öröklési jogtól, hogy ne kelljen a működtetési jog eladásával az örökösök egymás közötti vitájára várni, hogy akkor most kié lesz, hanem a folytatásra jogosult joga volt eladni a működtetési jogot, tehát ő eladó volt, nem vevő, eladó volt, és amikor a vevő megvette, az ott kapott pénz, az esett már az öröklési szabályok alá, azaz a családban az orvos örökösei akkor már természetesen a örökösödési törvénynek megfelelően részesültek ebből a jogból. Tehát maga a folytatásra való jogosultság, az miért fizessen illetéket, hiszen ő eladó gyakorlatilag. Neki majd esetleg eszéját kell fizetni, de semmivel nem károsodna az állam, hogyha ezt az egész illetékkérdést. És miért kellene ezt az illetéket elengedni? Kérem szépen azért, mert a parlament annak idején elkövetett egy mulasztásos törvénysértést. Hiába mondja ki a mostani alaptörvényünk is, hogy a magánvagyont védeni kell, és a szentség. Mondok egy példát, hogyha nekem a telkemet az önkormányzat kisajátítja, a legtermészetesebb dolog, persze van róla jogszabályi rendelkezés, hogy kártalanítani köteles engem az önkormányzat. Mi van akkor, hogyha a működtetés jogában, amihol nincs a törvénybe beleírva ez az úgynevezett kártalanítási klauzúra, ebben sérelem éri az orvost, nevezetesen mondok egy gyakorlati példát, hogy értsék. Budapesten elég gyakran előfordul, hogy a belvárosi kerületekben volt két önálló
házi orvosi körzet, mindenkinek volt egy-egy praxis jog, ami vagyonértéki jog. Az önkormányzat megtehette azt, mert a praxis az övé volt, hogy a két praxist összevonta, és azt mondta, hogy ezentúl egy darab praxis lesz majd, a másik orvos az menjen nyugdíjba, ahová akar. Igen ám, csak hogy az orvosnak a működtetési jogát, ugyanúgy, mint a telekisajátításkor egyszer megszüntette, tehát a vagyoni joga sérült, és a törvényben nincs benne ez a kártalanítási klauzula, igaz, hogy ez nem az illeték törvénybe való, na de hát bocsánat, ezen is kéne gondolkodni, hogyha azt mondjuk, hogy politikailag fontos, hogy maradjon orvos Magyarországon, meg legyen háziorvos utánpótlás, akkor el kellene az adóvonzatán, sőt az egész működtetési jognak a vagyoni értéket talán ugyanúgy meg kéne védeni törvényileg, mint ahogy minden más vagyoni elemet megvéd a törvény, és ahogy az alkotmány is ezt elrendeli. Tehát ennek a tükrében tudnám javasolni, hogy egyáltalán az illetékek alól, vagy abból, ebből a körből a működtetési joggal összefüggőket vonják ki, mert így is az SZJA kötelezettség amúgy is megvan az eladó számára, ő kifizeti az SZJA-t, és legalább a szerző, aki most még egyszer mondom, a fiatal orvos, akit várunk a praxisba, ezen tudnánk könnyíteni, és ez egy nagyon fontos, humán erő segítő politikai kérdés. Köszönöm szépen! Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Megkérdezem, Szatmári Kristóf államtitkárat, igen, jelzi, hogy válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlament, tisztelt képviselő társaim. Ha itt a hosszú maratoni tegnapi napot is beleszállítva a vitát figyelembe véve megengednek egy szóviccet itt az elején, akkor azt tudom mondani, hogy igaz, hogy ez egy saláta törvény, de itt azért jó néhány felszólalásban a érdemi észrevételek, mert azért sok zöldséget is hallottunk. Erre azért hagyj reagáljak néhány mondatba. Itt a szocialista képviselő társaim említették azt, hogy a részletek nélkül, hogy itt ennek a javaslatnak a kapcsán a kormányzat bizalom, befektetői bizalomvesztéssel szembesülnek. Hát ezt tőlük hallani, ezt a bizalomvesztést a befektetők tükrében elég érdekes. Tényes való, hogy nem szerencsés egyébként évközben adótörvényt módosítani, ebben talán egyetértünk, de az a fajta gazdasági irány, és ez vonatkozik más kérdésre is, hogy tudjuk egyáltalán, mit akarunk tenni. Én azt gondolom, hogy a törvényjavaslat alapvetően teljesen egyértelmű szándékokat tartalmaz, tehát egyrészt lényeges eleme egyébként bizonyos adók és jól célzott adók növelésének. Egyértelmű a regisztrációs adó kapcsán is, hogy mit akar a kormányzat, illetve az adminisztráció csökkentés kapcsán is nagyon világos a kormányzat politikája, tehát ez nem gondolom, hogy bármi módon a hazánk iránt érdeklődő befektetők, vagy a Magyarországon működő cégek tekintetében bármi bizalomvesztést okozhatna. Ugyancsak nehezen értelmezhetőnek gondolom azokat az észrevételeket, amelyek, azt mondom, hogy volna a képviselő társam vetette föl azt, hogy ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán az egész elmúlt egyéves gazdaságpolitikát hibásnak állította be. Ezt a költői túlzáson túl azért sem tartom elfogadható kritikának, mert ha azt vesszük, hogy egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt az ország lényegében valóban milyen helyzetben volt, az IMF-nek egy köldökzsinórján volt képes finanszírozni saját magát, egy év alatt lényegében az ország költségvetési és gazdasági helyzetét sikerül stabilizálni úgy, hogy az egyik legstabilabb költségvetéssel rendelkező ország ma az Európai Unióban, aki egy évvel ezelőtti állapotához képes lényegében a piacról képes magát finanszírozni. Ha ez nem maga egy jó gazdaságpolitikának a mérő eszköze, akkor nem tudom, hogy mi lehetne egyébként ennél jobb, egyébként nem egy szubjektív elemként értelmezhető dolog. Abban is talán úgy gondolom, hogy méltánytalan volt néhány felszólalás, hogy itt az egykulcsos adó kapcsán többen utaltak a hibás gazdaságpolitikára. Ezt is azt gondolom, hogy legalábbis a jobbikos képviselőtársaim részéről nehezen tudom értelmezni, hiszen lehet, hogy sok mindenben vitatkozunk, de abban talán nem, hogy egy olyan országba és egy olyan adórendszer által működtetett országba szeretnénk kérni, az egyéni felelősségvállalás, a gyermekvállalás az elismert eleme
az adórendszernek. Azt gondolom, hogy ez is talán egy kicsit méltatlan kritika volt. A konkrétumokkal kapcsolatban a javaslatok figyelembe vételével azt is vissza kell utasítanom a javaslat kapcsán, hogy itt bármiféle megszorítást emlegetnek. Valóban van két adóemelési része a javaslatnak, de pontosan azért más a mostani kormány gazdaságpolitikája, mert nem egy fűnyíró elv-szerű behajtást vagy bármiféle megszorítást eszközöl, hanem jól célzott, akár a különadók példáját tudnám fölhozni, jól célzott területeken emel, ha kell emelni bizonyos adókon. És azt gondolom, hogy az egyik tekintetében az E85-ös üzemanyag kapcsán talán az a megnyugtató, hogy itt az LMP-s képviselőtársaim is elismerték, akik ugye köztudottan a parlamentben talán a legradikálisabban képviselik a zöld elképzeléseket. Ők maguk is azt mondták, hogy ennek az üzemanyagnak az adóemelésére alapvetően együtt tudnak érteni. Azt gondolom, nem mennék bele a dohánytermékeknek a vitájába, hisz ezt korábban épp a nem dohányzók védelméről szóló törvény kapcsán lefolytattuk. Én azt gondolom, hogy az az állapot tarthatatlan egyébként, amekkora különbség van ma a normál dohánytermék és a vágott dohány jövedéki adója között. Ez semmiféle se egészségügyi, se közgazdasági álláspont nem támasztja alá. Tehát itt alapvetően egy kiegyenlítődésről van szó. A regisztrációs adó is elhangzott. Én azt gondolom, egyet tudok érteni azokkal a képviselőtársaim, akik azt mondják, hogy a regisztrációs adóval hosszú távon komplexen kell foglalkozni, és komplexen kell kezelni. Itt egy lépést tettünk ezen az úton, hiszen alapvetően csökkentek a kereskedőknek a környező országokhoz viszonyított terhei, de alapvetően ennek a módosításnak a célja, vagy az igénye nem egy átfogó és végleges rendezés a regisztrációs adónak, hanem alapvetően az Európai Uniós eljárás adta feladatok elvégzése volt, és ennek tükrében kérek mindenkitől megértést, ha nem kezeli most jelen pillanatban a regisztrációs adóhoz benyújtott módosító indítvány minden témakör kapcsán felmerülő kérdést. Amiben viszont nem azt mondanám, hogy szomorú, mert ez egy furcsa kijelentés lenne, de amiben a legtávolabb állnak az elképzeléseink, és én merem azt mondani, hogy itt különböző oldalról elhangzott vélemények elég álszentnek tűnnek az én olvasatomban, és ezek az adminisztráció csökkentésre vonatkozó észrevételek. Tisztelt képviselőtársaim, jó magam, talán tudják, a gazdasági érdekképviseletek világából jöttem, és amióta ott felnőtt fejjel vagyok, minden kormány zászlajára tűzte a vállalkozásokat terhelő adminisztrációs terhek csökkentését, csak éppen az égvilágon semmi nem történt az elmúlt 8 évben legalábbis érdemben a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére. Jól emlékszem, és szocialista képviselőtársam, mint is tudom arra emlékeztetni, hogy néhány évvel ezelőtt még azon vitatkoztunk, hogy a napi standolást akarták önök meghonosítani, és megtiltani mindenféle készpénzfizetési gyakorlatot hát meg is lett volna annak a jó következménye, sikerült volna kiterjeszteni egyébként a körbetartozás azokra a szektorokra is, amelyek még nagyjából megmenekültek ez a probléma alól. Tehát itt nagyon határozottan azt tudom képviselni, hogy végre van egy olyan kormányzat Magyarországon, aki nem csak beszél arról, hogy adminisztrációs terhet csökkent, még ha azt is tudomásul vesszük, hogy ezt önök is tudják, hogy nem lehet egy vágás. Ez nem egy gordiuszi csomó, hogy egy jogszabályt hozok, és utána aztán az a különbség, ami a magyar adminisztrációs terhek és az uniós adminisztrációs terhek között vannak, ugye tudjuk azt, hogy az unióban kb. 3% a GDP-nek az adminisztrációs terh, Magyarországon ez 7-10%, attól függ, hogy számoljuk. Az áfa bevételekről is
futtatunk egy kör, de most maradnék az adminisztrációs problémánál. Tehát én azt szeretném mondani, hogy végre van egy olyan kormány Magyarországon, aki komolyan veszi, és apró lépésenként próbálja, mert csak így lehet lefejteni azt a hosszú évek alatt a vállalkozókra rakódott, az államigazgatásból jövő adminisztrációs terheket, amelyeket a magyar vállalkozói szektor nyög. És merem így mondani, mert nagyon komoly terhet jelent. Nem állítom, hogy akár a napi estandolás megszüntetése, akár a könyvvizsgálói díj emelése, mint mondom, egy csapásra megoldja ezt a problémát, de lépésenként fontos jelző kövei lehetnek ezek az intézkedések a kormányzat politikájának. Tehát én kérnék egy, és azt is tudomásul kell venni, hogy az adminisztráció csökkentés, ami a vállalkozóknak egyrészt nyereség, az másrészt valóban bizonyos érdekeket sért, hiszen nem lehet, már piacok épültek ki, különböző, most nem például a könyvvizsgálókra gondolok, de tudunk jó néhány más olyan adminisztrációs terhet is, amelyre iparágak épültek rá, hogy a vállalkozóktól bizonyos éves szintű összegekért végeznek el bizonyos dolgokat. Ami a könyvvizsgálókról szól, ugye ezt a vitát elnök úrral a gazdasági bizottságban lefolytattuk, tehát itt azért egyet tisztázni kell, ez a javaslat, ez nem a könyvvizsgálók ellen van, nem is lehetne, nem is ez a szándéka. Itt egyszerűen arról van szó, én magam is azt gondolom, hogy egyébként a könyvvizsgálók nagyon fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságba, fontos az a precizitás, az a gazdasági biztonság, amit ők adnak. Itt egyszerűen arról van szó, és elnök úr, pont a skót példán beszélgettünk, vagy erről folyt egy kisebb diskurzus a bizottság ülésen, hogy ott sem arról van szó, hogy kötelező, hanem olyan a vállalkozói kultúra, hogy igényli a könyvvizsgálatot. Én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, mi csak azt nem szeretnénk, hogy ez egy kötelező eleme legyen a gazdasági életnek. Támogatjuk egyébként azt, hogyha a cégek a saját maguk bemutatása, a saját maguk biztonsága véget könyvvizsgálókhoz fordulnak a könyvelők helyett, de azt nem tartjuk semmiképpen sem indokoltnak, hogy egy kötelező állami segédlettel, vagy egy kötelező állami szabállyal tartsuk ezt a rendszert olyan stabilitásban, ahol van, hiszen bár itt a számokban különbség van, a mi számításaink szerint körülbelül 13-15 ezer céget érint, akinek lényegében nem arról van szó, hogy biztosan ennyi cég föl fogja mondani a könyvvizsgálóval a szerződését, hiszen lehetnek olyan cégek, jó néhány közül, aki pontosan az üzleti partnerek bizalma miatt továbbra is igényelni fogja a könyvvizsgálót, de az uniós példák alapján nem indokolt az az alacsony értékhatár, ami ma Magyarországon a többi, akár a régiós országok, akár az Európai Uniós átlaghoz már az emelés tekintetében megmutatkozik. És egyébként ezek az emelések, ezek semmi mást nem jelentenek, mint az uniós átlaghoz való közelítését a magyar könyvvizsgálói díjaknak. Tehát én összességében azt kérem képviselőtársaimat, amikor adni...
József István képviselőtársam, ha jegyezzük az egyes számú módosító indítványt, mint ahogy a címben is szerepelt, és tegnap éjszaka miniszter úr által hosszasan ecsetelt, hogy ez a tranzakció, a MOL részvények megvásárlása milyen nagy mértékben fog hatni az energiahatékonyság és az energiabiztonság kérdésére. Ezért mi azt javasoljuk és tisztelettel kérnénk, hogy fogadják el és vegyék be ebbe a határozati javaslatba, hogy e két kérdésről is adjon számot a tárca, hogy valóban amúgy is december évvége túl vagyunk a fűtési szezon kezdetén, tehát legyen lehetőségünk arról beszélni, hogy ez valóban jó hatással volt az energiaellátásra, a fogyasztók biztonságára és az energiahatékonyság kérdésére. Sajnálom, hogy a bizottságoktól egyharmados támogatást sem kapott. A gondom az, amit viszont Mikos képviselő úr észrevett, hogy nem a teljesülésről, hanem a teljesítésről kellene. Tehát az ő általa jegyzett kettes számú indítványt a saját indítványunkkal együtt olvasva lenne értelme egy kapcsolódó módosító indítványjal elfogadni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő felszóló József István képviselő úr, ugyan csak az MSZP képviselő csoportjából. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. Tegnap éjjel elég hosszú vitát folytattunk itt a MOL paket megvásárlására vonatkozó előterjesztés körül, és itt az indoklásban fajsúlyosan kapott szerepet a megvásárlásban az energiahatékonyság, illetve az energiabiztonság. A módosító indítványunk indoklásában szeretném kifejteni az irányú javaslatomat, hogy a magyar kormány szerezzen érvényt meghatározó befolyásának a MOL irányításában. Tehát ne csak a most megvásárolt 21,5%-ban gondolkodjon a kormány, rakja össze a többit is, amit az általunk nagyon bírált magánnyugdíj pénztárak államosítása révén harácsolt össze, de ha már ott van, akkor tessék belőle egy 25%-ot meghaladó pakettet csinálni, ami egy nagyon erős érték, ellenőrző pakett, aminek a keretében át lehetne tekinteni a MOL-nak a működését, meg lehetne vizsgálni az elmúlt időszakban eszközölt fejlesztéseiket, meg lehetne vizsgálni azoknak a indokoltságát, esetleg kiderülne olyan dolog, hogy mennyit ér az a beruházás, amit az energiahivatal 40%-os szinten fogadott el aktiválási értéknek új beruházást. Tehát az, amit hónapok óta mondunk itt a parlamentben, hogy viselhetetlenül magas Magyarországon az üzemanyagár, pár hónappal ezelőtt a 400 forintot verte a benzinnek az ára, hogy ezt a pozíciót, amit most a 25%-ot meghaladó pakettel a kormány elért, használja ki arra,